az emberiség eredete. Tisztelettel köszöntöm Önöket! Az emberiség eredete mai adásának témája a teremtésmodellt és az evolúció modellt támogatók csatája. Vendégem Farkas Levente református pásztor. Első kérdésem, miért és hogyan lettél teremtés hívő? Református lelki pásztorként mindig is hittem a teremtésben. Nyilván, ha valaki lelki pásztorságra adja a fejét, áthiszi a kijelentést, amiket Isten elmond az ő szavában. Viszont se a teológián, se máshol nem kapott olyan hangsúlyt, amilyen hangsúlyt kellene helyezni erre a kérdéskörre, akár a lelkipásztori szolgálatban, akár a lelkészképzésben is. Tehát volt egy kiindulási pont, hogy hittem a teremtésbe, viszont nem a helyén kezeltem ezt a kérdéskört. Aztán később Kent Hovindnak a magyar narrátoros videóit nézegettem az interneten, és eleinte hülyeségnek tűnt az egész. Aztán, ahogy egyre tovább hallgattam és néztem, rájöttem, hogy nem is beszél olyan butaságokat ez az ember, és így szépen lassan elindult egy ilyen folyamat, ami az alaptól ugye, hogy megvolt a teremtés hit nálam, de nem a helyén kezeltem, utána a kiemelkedett és nagyobb hangsúlyt kapott. Akár a magánéletemben, akár a lelkészi szolgálatban is. Megértelek, én dr. David Ruzviernek a Teremtéstudomány című könyvét olvastam el, és akkor értettem meg, hogy a teremtéstudomány az mennyire védhető, mennyire profi, mennyire természettudományos és mindenféle másfajta tudománnyal védhető, és akkor döbbentem rá, amit sejtettem, hogy az evolúció modellel sok gond van, de akkor egyszerűen meg is láttam, hogy az evolúció modell a kezdetektől fogva, tehát az anyag, energia, információ létrejöttétől kezdve az ember létrejöttéig az evolúció modell minden egyes lépcsőfoka tarthatatlan. Jó, következő kérdésem, miért fontos a teremtés? Hát sokféle szempontból fontos a teremtés hit, és hogy ezt a helyén kezeljük. Többek között a Biblia érthetősége szempontjából. Tehát a teremtés hit nélkül nem érthető a Biblia. És itt most nem csak az Ószövetségre gondolok, hanem az Új Szövetségre is. Jézusnak rengeteg olyan tanítása van, amelyekben újra és újra utal a teremtésre, a teremtésnek a különböző fázisaira, és ezek a jézusi tanítások sem, tehát az Új Szövetség sem érthető a teremtés hit nélkül, vagy annak a komolyan vétele nélkül. De nem csak Jézus beszél és tanít a teremtésről, hanem akár Pál apostolnak, hogyha a leveleit nézzük, ott is újra és újra előjön a kérdéskör különböző szempontokból, attól függően, hogy éppen mi a téma. Tehát maga az egész Bibliának az érthetősége szempontjából ez az egyik dolog, ami miatt szerintem fontos a teremtés hit. Egyetértünk, hát nézzük meg a Noé kérdéskört. Erre Jézus is utal, hogy ahogyan Noé napjaiban volt, ahogyan Lót napjaiban volt, ha kivesszük a csodákat a Bibliából, akkor nem sok minden marad a Bibliából, és én is úgy gondolom, hogy a Biblia hitelessége a tét, hogyha a teremtésről beszélünk. Tessék? Igen, tehát hogyha ezt megengedi, ezt a luxust önmagának az ember, így mondom, hogy tévedés van a Bibliában bármelyik részében, akár az első könyvben is, ugye, akár a teremtés történetben is, akkor elindít egy olyan lavinát, amely az embert magát is önmagá alá temeti, tehát egy veszélyes dolog így válogatni a Bibliában, hogy mi igaz, mi nem igaz, mi történt meg, mi nem történt meg, stb. Tehát csinyán kell ezzel a dologgal bánni, mert akkor ugye megkérdőjelezhető bármi a Bibliából, hogyha egy dolgot megkérdőjeleztünk, például a teremtést, akkor felmerülhet az a kérdés is, hogy akkor
amit az üdvösségünkkel kapcsolatosan mond a Biblia, az miért lenne igaz? Hogyha már van tévedés benne, lehet, hogy ott is tévedett akkor Isten, nem? És akkor tévhitben vagyunk az üdvösségünk felől is. Tehát nem arról van szó itt csupán, hogy ki mit gondol, mindenkinek megvan a saját véleménye, hanem egy olyan folyamatot indít el ezzel az ember, ami önmagát is, és az üdvösség bizonyosságát is, hogy én biztos vagyok üdvösségemben, aláássa. Igen, de itt akkor jön az, hogy új föld lesz, és új ég lesz. De hát akkor az is evolúciósan fog fejlődni, vagy akkor ezt sem tudta teremteni, a régit sem tudta teremteni, tehát minden felborul. Most van, Kína kiadott egy nyilatkozatot, illetve már egy ideje tudjuk, hogy mit akar, de most kiadott egy nyilatkozatot, hogy újra gondolják a Bibliát a mai ismeretek alapján, és egy újfajta Bibliát, újfajta istenképet, újfajta kereszténységet akarnak. Na de ezt már megpróbálta a Szovjetunió is eljátszani, és az a helyzet, hogy akik hozzányúltak a Bibliához, és át akarták értelmezni, ők is összevesztek, mert nem tudták, hogy mit kellene és hogyan kellene átírni a Bibliából, mert a Bibliát átírni nem olyan egyszerű. Meg nem is szabad, ha tegyem hozzá. Egyetértek, csak... Igen, tehát Istennek egyértelműen az az egyik üzenete, hogy se hozzátenni, se elvenni nem szabad belőle semmit. Ugye ez az újraírás, ez egy klasszikus példája annak, hogy el is vesznek, meg hozzá is toltanak hozzá dolgokat, tehát a Jelenések könyve, ugye az utolsó figyelmeztetés, ugye így szól, hogy aki hallja e beszédeket, ezeket a proféciákat, és hozzátesz valamit ezekhez a dolgokhoz, azok a büntetések fogják utolérni, amelyek ebbe a könyvben megírva találhatóak. Tehát nem szabad se elvenni, se hozzátenni semmit Isten szavához. Az úgy jó, úgy tökéletes, ahogy adta. Nyilvánvalóan nem véletlenül így adta az Isten, és ő tudta, hogy mire van az embernek szüksége, és azt hogyan kommunikálja vele. Teljesen egyetértünk, a Biblia az egy Isten által szerkesztett könyv, és úgy tökéletes, ahogy van, mint egy magzat. Ahhoz nem kell hozzáadni, abból nem kell elvenni. Az egy tökéletesen megszerkesztett és kitalált élet. Jó. Mi az a Keteim munkacsoport, és mivel foglalkozik? A Keteim az egy mozaik szó a Biblia első verseiből való, az első mondatból, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet, ezeknek a kezdő betűit, hogyha összetesszük, egymás mellé helyezzük, a kezdetbenből a ke kezdő betűket, akkor így jön ki ez a mozaik szó. A célja ennek a munkacsoportnak azokat az információkat terjeszteni, továbbadni, amelyek nem kerülnek elő sem természettudományos dokumentumfilmekben, sem folyóiratokban, sem a tankönyvekben, sem a közgondolkodásban, tehát olyan információk, amelyek hozzátartoznak tulajdonképpen a tudományos kutatás eredményeihez, csak nem kapnak nyilvánosságot, nem kapnak publicitást. Ez az egyik célja a munkacsoportnak. Hogyan végzük a szolgálatunkat, vagy hogyan próbáljuk ezt a célt elérni? Egyrészt fordításokat jelentetünk meg, teszünk fel az internetre, akár videók fordításáról van szó, akár cikkek fordításáról. Aztán konferenciákat tartunk belföldön, külföldön, ahova hívnak bennünket, és ahol tudunk szolgálni, igyekszünk megragadni ezeket a lehetőségeket. Milyen elérhetőségei vannak ennek a munkacsoportnak? Hát éppen formálódó félben van, készülő félben egy honlap, ahol ezek az információk, a videók, konferenciaanyagok, stb. Rajta lesznek összegyűjtve. Most is megvannak,
az én személyes Facebook profilomon vannak rajta egyelőre ezek a videók és információk, de tervezünk egy külön platformot, amin ezek rajta lesznek. Visszatérve még egy picit az előző kérdésedhez, hogy miért fontos a teremtés, azon kívül, hogy érthető legyen a Biblia, azért is fontos, mert az Isten képűségünkről onnan kapunk információt. És az embernek az Isten képűsége rendkívül fontos az élet cél szempontjából. Hogy van-e élet célja az embernek egyáltalán, és hogyha van, milyen élet célja van az embernek, ez elválaszthatatlan az ember Isten képűségétől. Konkrétan, hogyha tudom azt, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett, még akkor is, hogyha ezt az Isten képűséget megtörte a bűn és a bűneset, olyan örökké való tartalma és célja van az életemnek, ami nem csak egy pár földi évtizedig tart, hogy felhúzunk egy házat, felépítsünk, meg egy jobb munkahelyünk legyen. Ezek ideig való célok, de nincs örökké való célja és értelme az ember életének. Örökké való célja és értelme akkor lesz az ember életének, hogyha tisztában van, tudja, hogy ő nem egy független lény, hanem nagyon is függőségben lévő lény, méghozzá a Teremtő, Istentől való függőségben élő lény. Ugye ezt képviseli az embernek az Isten képűsége, és ezt a teremtésből tudjuk meg. Tehát itt nem csak arról van szó, ismét utalok rá, hogy ki mit gondol ezzel kapcsolatosan, az el van vele, hanem messze menő következményei vannak, hogy mit hisz az ember, vagy mit tart ezről. Tehát egyrészt a Biblia érthetősége szempontjából, másrészt az Isten képűség miatt, ami örökké való célt ad az ember életének. Hát igen, mert egyesek azt mondják, hogy az emberiségnek a célja a gyermeknemzés. Más azt mondja, hogy a pénzszerzés. Van, aki azt mondja, anyagi javaknak a birtoklása, tehát arany, ezüst, nagyházak, luxus jaktok. Van, aki azt mondja, hogy ültessen fát. Van, aki azt mondja, hogy írjon könyvet, és ez az életnek az értelme. Van, aki a tudományos fokozatok megszerzésében hisz, de Isten az, aki meghatározta az embert. És Isten az, aki azt mondja, hogy gyermekem, ez a te életcélod. Ezt szeretném, hogy ezt betöltsd. Igen. Tehát ezeket mind innen tudjuk meg, és érthetővé válnak a dolgok a teremtősből kifolyólag. Másrészt pedig ugye a bűnesetről és a teremtés történetből, illetve rögtön a teremtés után történik, nem sok időre, nem tudjuk pontosan mennyi, de nem sok idő telt el valószínű a két esemény között. A bűneset azért fontos, mert az megváltoztatta az eredeti teremtési rendet. És nem csak az embert változtatta meg, hanem ez egy kozmikus esemény volt a növényvilágtól kezdve, az állatvilágon keresztül egy kozmikus esemény volt. Tehát már nem abban a világban élünk, amit eredetileg Isten adott, ugye, és mikor jönnek az olyan kérdések, mint amit Darwin is megfogalmazott, aztán az ő nyomában Attenborough, ugye, hogy miért van az a sok gonoszság, meg kegyetlenség például az állatvilágban, hogyha egy jó Isten teremtett egy jó világot, és valóban egy jó Isten egy jó világot teremtett, nem veszik figyelembe ezt a szakadást, ami történt azzal, amit a bűnesetnek nevez, és ezt szintén innen tudjuk meg a Genezisből, ugye Mózes első könyvéből. Ugye az első 11 fejezete a Bibliának, Mózes első könyvének az első 11 fejezete különleges fontossággal bír, eredetünk szempontjából, ugye oda tartozik az özönvíz is. Milyen érveket használtok a teremtés mellett? Sokféle érv van és lehetséges a teremtés mellett. Hát tulajdonképpen szinte minden tudomány területről lehetne hozni érveket. Például a matematika területe. Ez egy olyan dolog, amit sokan nem értenek meg, hát nem is gondolnának, hogy hát hogy kapcsolódik a matematika meg Isten össze.
Neumann János, Nobel-díjas magyar származású tudósunk fogalmazta meg a tudományoknak a hierarchiáját, ahol a matematikát helyezte alapként, amire aztán épül fel a többi természettudomány is, tulajdonképpen a fizika is, meg a kémia, meg biológia, stb., mert mindegyikbe számolni kell. Tehát az alap maga a matematika. Viszont nálam egy kicsit másképp néz ki a tudományok hierarchiája, mert én azt mondom, hogy még a matematikának is van egy alapja, nem az az abszolút alap, matematika alapja a teológia. Nyilván teológusként mi mást mondhatnék, de logikusan, hogyha végig gondolja az ember, akkor érthetővé válik a dolog, mert a matematikában vannak olyan axioma rendszerek, tehát olyan nyilvánvaló dolgok, olyan törvényszerűségek. Például, hogy 1 meg 1 az 2, és nem 0, és nem 3. Miért nem 3? És miért nem 0? Azért, mert ez egy matematikai törvény. Tehát tele van a matematika, szinte csupa ilyenekből áll. És hogyha felteszi az ember a kérdést, hogy honnan vannak ezek a matematikai törvények, ez egy az egyben mutat egy törvényhozóra vagy törvényalkotóra, mert önmagában törvények nem jönnek létre, új törvények, a természeti folyamatok nem hoznak létre se matematikai, se természeti, se semmilyen törvényeket. Tehát kell legyen egy törvény, aki beállította precíziós műszerrel, mondhatni a teremtésbe, hogy ezek pontosan így legyenek, és nem másképp. Tehát a matematika az egyik olyan tudományág, amit a teremtés mellett tudok felhozni, de említettem, hogy szinte az összes tudományágat fel lehetne sorolni, az informatika például. Az információnak az eredete. Az információ az mindig szellemi eredetű. Tehát tárolni és továbbadni információt lehet adathordozókkal, a számítástechnika világa, a floppy-tól kezdve régen most pendrive-ok, stb. Vannak, de az információ eredete ezeknek az információknak általában, amit használunk, vagy a távközlésben is, ugye, vagy az ember, vagy van egy abszolút információforrás, ami nem emberi eredetű, és mégis információ. És ez nem más, mint az élő Isten, mert szellemi alapú az információ. Tehát információ nem jön másképpen létre, csak egy szellemi tudatnak a végiggondolása és megvalósítása által. Tehát maga az informatika, mint tudományág, szintén érv a matematika mellett, a teremtés mellett. Aztán a következő, nem akarok végigmenni az összes tudományágon, kémia. Ugye itt különösen is fontos az élet eredete, vízes környezetbe szokták helyezni, az úgynevezett őslevesből próbálják kihozni az életet. Azonban a kémiai törvények itt is vannak, mint az informatikában, meg a matematikában. Például a hidrolízis azt mutatja, hogy vízes környezetben szakadnak azok az óriás molekulák, éppen a víz szakítja, amelyek kellenének ahhoz, hogy összeálljanak, hogy kialakuljon és elinduljon maga az élet. Tehát a kémia, mint tudományág szintén érv a teremtés mellett, hogy egyáltalán élet van, mindenféle élet a Földön. Csupán a kémia törvényei önmagukban ezt nem hozhatták létre, mert épp az ellentétes irányba mutatnak, mint említettem például a hidrolízist. A következő tudományág a fizika. Ugye ott az egyik nagyon alapvető törvény az ex nihilo nihil fit, ez magyarul azt jelenti, hogy semmiből semmi sem jön vagy származik. Ugye a világ mindenséget a semmiből akarják, mint egy nyuszit előkapni a varázspálca mellett a bűvész kalapból, de hát nyilvánvalóan az egy bűvész trükk. Itt azonban a valóságról van szó, a valóságban ilyen nincs, nem létezik. Aztán a másik tudományág, és csak még egyet említek, a paleontológia. Ugye az őslénytan, amiről majd még részletesebben is szó lesz. A fosszíliák nem az evolúciót, vagyis a fejlődés elméletet támogatják, hanem a teremtés elméletet. Ráadásul az özönvíz mellett is rengeteg fosszilis bizonyíték van. Tehát ezek mind, és lehetne még a többi tudományágat is sorolni, mind-mind érvek,
a teremtés mellett. Visszatérve egy picit még az előző kérdésedre, hogy ugye azzal foglalkoztunk és gondolkodtunk korábban, hogy miért fontos maga a teremtés. Nem csak ez a három dolog, amiről beszéltünk, ugye, hogy a bibliai érthetősége, az istenképűség, ami örökkévaló célt ad, a bűneset, ami a megváltozott környezetre utal, hanem innen értjük meg azt is, hogy Isten lakóhelyül teremtette a Földet. Tehát mindent olyan precízen állított be, mint egy órás mester, hogyha tetszik, az apró kis részletekre odafigyelve, hogy egy élhető bolygó legyen a Föld. Tehát teremtés nélkül ezt megint nem érthetjük meg, hogy miért pont úgy vannak beállítva minden. Hogyha megnézzük a holtól kezdve a Föld légkörén keresztül, nem akarok ebbe belemenni, de minden olyan precízen van beállítva, és rengeteg minden kell ahhoz, hogy élet legyen, és minden pontosan úgy van beállítva, hogy egy élhető, nem véletlenül, mert lakóhelyül, Ézsaiás profétánál olvasuk, teremtette Isten a Földet. Ez számomra azt is jelenti, hogy fölösleges máshol az élet jelei után kutatni. Mert a Földet alkotta Isten a lakóhelyül. Aztán egy másik dolog, ami miatt fontos a teremtés, hogy ő nem csak megalkottat, hanem teremtőként fönn is tartja az alkotását, hogy az nem pusztul el, nem omlik össze. Ugye fenntartja a fizikai törvényeket, a gravitációtól kezdve az összes többi törvényt, a gyenge meg az erős magerőt, stb., hogy fenn maradjon. És ez az ő gondoskodó munkájához tartozik. És ez abba az irányba mutat, hogy nekünk nem kell aggódnunk amiatt. Amit nagyon sokan mondanak, hogy mostan bele fog egy aszteroida csapódni a Földbe, és itt lesz a vége, hogy a kihaltak feltételezés szerint annak idején a dinók, stb., és az emberiség is kihalhat. Isten gondoskodik az ő keze munkájáról, a Földről és a földi életről. Ez az ő fenntartó, gondoskodó munkája rengeteg aggodalomtól, meg félelmektől szabadítja meg az embert. Ez mind-mind ide tartozik, hogy miért fontos maga a teremtés. Egyetértünk. Beszélj még kérlek az érvekről a teremtés mellett. Akár a matematikáról is beszélhetsz bővebben, hogy az ezredik fehérje képtelenség, hogy kifejlődjön önmagától, de nagyon sok matematikai példa van, amely egyszerűen lehetetlenné teszi az evolúció modellnek minden részét, vagy a termodinamikáról is beszélhetsz, vagy a Miller-féle kísérletről, bár most már nem a Miller-féle kísérletet hozzák a csúcs evolúcionisták, hanem az ősleves helyett őspizzát mondanak. Erre valaki megkérdezte, hogy mikor lesz ős és jó étvágyat. Ős krumplis tészta. Igen. Tehát akkor a matematika. Nem csak, hogy a tudományok hierarchiájában a matematika alap, ugye, ahogy Neumann Jánost idéztem, hanem számomra a teológia, ezt elmondtam, hogy miért, hanem a matematikában sok más olyan dolog is van az axiomákon túl, ami a teremtés irányába mutat. Például a valószínűség számítás az egyik ilyen kérdéskör, mikor ezeket a valószínűség számításokat a tudósok végzik, akár a világmindenség eredetével, akár az élet eredetével kapcsolatosan, akár egy faj kifejlődésével, vagy akár az első fehérje kialakulásával kapcsolatosan, tehát a különböző dolgokkal kapcsolatosan végeznek valószínűség számítást, és a valószínűség számításban, amit nem nagyon szoktak hangsúlyozni, pedig ez egy lényeges dolog, hogy van egy limit, amin túl maguk a matematikusok azt mondják, hogy az már egy olyan érték, amit hogyha elérünk, akkor egy olyan mutató, ami abba az irányba mutat, hogy az soha meg nem valósuló esemény.
és ezt a 10 az 50-edik enre szokták hozni, említeni, hogyha ilyen kicsi valószínűség jön ki valamilyen számításnál, akkor azzal már fölösleges foglalkozni, mert egy olyan esemény, hogy soha nem történik meg. Mindegy, mennyi időt adunk neki. Ugye a fejlődés elmélet az idővel bűvészkedik többet között, hogy jó sok időt adunk valaminek, akkor már ha kicsi is a valószínűsége, akkor csak meg fog történni. De ez a matematikai limit azt mutatja, hogy mindegy, hogy mennyi időt adunk valaminek, akkor se fog megtörténni. Tehát, és ami ide kapcsolódik a valószínűség számításhoz és ehhez a limithez, hogy a legtöbb érték, amit a fejlődéssel kapcsolatosan kiszámítanak, akár a világmindenség eredetéről, akár az élet eredetéről, akár egy faj kialakulásáról, akár az első fehérje, stb. Kialakulásról, ezek mind sokkal, de sokkal fölötte vannak ennek a matematikusok által beállított limitnek. Tehát olyasmiről beszélünk, ami fölösleges tulajdonképpen, mert soha meg nem történő esemény. De ezt nem szokták elmondani. Csak olyan jól hangzik, hogy egy pici valószínűsége van, ha sok időt adunk hozzá, akkor csak meg fog történni, nem fog megtörténni. Meg a szerencse. Hát igen. Gyakorlatban valami olyasmi az evolúció modell, hogy megszületik egy gyermek, és minden héten megnyer valamilyen lottóötöst, hatos lottót, megnyer valamilyen blackjacket az élete folyamán, ami mondjuk 80 év. Tehát minden héten megnyer valamit, de gyakorlatilag ilyen nincsen. Tehát teljesen fölösleges lenne az evolúció modellről beszélni tudományos összefüggésben. Igen, érdemes lenne az informatikáról is részletesebben beszélni, mert éppen csak érintettük, ugye, hogy az információ eredete az egy szellemre vezethető vissza, természeti folyamatok által nem jön létre információ, semmilyen természeti folyamat által új, addig nem létező információ nem jön létre. Hát nézzük meg akár a négy elnöki képet a szikláknál, vagy nézzük meg bármelyik ilyen szobrásznak a képét. Mindenki tudja, hogy ehhez alkotóra volt szükség. Nem pedig a szél, a víz, kozmikus sugárzás, és hozzáadunk egy kis időt, meg hozzáadjuk a szerencsét. Így van, tehát ezek... És mennyivel bonyolultabb egy könyv, mennyivel bonyolultabb egy szótár, mennyivel bonyolultabb a DNS, mennyivel bonyolultabb egy sejt, amelyben egyszerre történnek a fordítások. Oda-vissza történő fordítások vannak. Ez a mikrobiológiának, igen, az aprány kis sejten belüli csodavilágnak a működése és szerkezetei. De hadd idézem az informatikával, információval kapcsolatosan Wilder Smith professzort, akinek annak idején még a Duna TV-n is sugározták ezt a tévés sorozatát az eredettel kapcsolatosan. Ő úgy fogalmaz az ősrobbanással kapcsolatosan, hogy informatikai abszurdum, nem is ezekkel a szavakkal mondja, de ez a lényege, informatikai abszurdum, hogy azon a nagyon magas hőmérsékleten, ami ott az ősrobbanásnál volt, hogy egyfajta plazma állapotban, ugye, ami az anyagnak a negyedik állapotának nevezik a plazmát, hihetetlen magas hőmérsékleten bármi információ megmaradt volna, ráadásul úgy, hogy abban még kódolva is lett volna az, hogy aztán kialakuljon az a nagyon sokszínű élet, amit végeredményként mi látunk manapság magunk körül. Hadd csatoljam ehhez egy másik Nobel-díjas magyar kutatónknak a kutatásait, Wigner Jenőről van szó. Ő kvantummechanikával is foglalkozott, meg információval is, de az információ tárolásával kapcsolatosan a kutatásai arra abba az irányba mutattak, hogy
az információ tárolásánál a sűrítés, tehát minél jobban sűrítjük az információt, összenyomjuk az információt, ugye manapság a számítástechnika világában ez a sűrített információ források, az MP3-as, meg MP4-es, meg ezek a sűrített formátumok vannak. Tehát azt fogalmazta meg, hogy nem lehet a végtelenségig összenyomni az információt, mert minél jobban összenyomjuk, annál inkább veszít az információ értékéből, tehát romlik maga az információnak az értéke. Most, hogyha az ősrobbanás modellre vetítjük ezt ki, ugye ott abba a ősrobbanásnál lévő nagyon-nagyon sűrű és nagyon-nagyon forró állapotban olyan sűrű, szinte végtelen sűrűségű állapotot tételeznek fel, ugye szingularitásnak is nevezik, hogy már meg is szűnnek a mai ismert fizikai törvények, hogy ott semmilyen információ nem lehetett. Tehát Neumann János kutatásai, összenyomjuk az információt, sűrítjük, veszít értékéből. Nem lehet úgy összenyomni, ahogy az ősrobbanásnál elképzelték, hogy az a nagyon forró és nagyon sűrű állapot volt eleinte, ugye az ősrobbanás indulásánál. Tehát ezért is informatikai abszurdum maga az ősrobbanás. És sok minden más témában. Itt Werner Gitt könyveit tudom ajánlani, nagyon sok könyve van magyarul, talán 13, lehet, hogy már 14 könyvet lefordítottak, és Werner Gitt, ő informatikus professzor, ő rendkívül alaposan és precízen levezeti az információval kapcsolatban azt, hogy az evolúció modell finoman szólva agyhalál, most ez így. Uh-huh. Tehát képtelenség. Abszurdum. Igen. Természettudományos abszurdum. Igen. Igen. Jó. Termodinamika, vagy miről beszéljünk? Hát a kémiánál is még nagyon sok minden dolog van. Ugye a vizes közeget említettük, mint a élet eredeténél az ősleves, ugye a hidrolízis szakítja a kapcsolatokat, amik kellenek az óriás molekulákhoz, nem működőképes. De ott vannak a jobb és balkezes molekuláknak a kérdései, és ugye ezeket úgy lehet elképzelni, mint például a kezünket, hogy van jobb kezünk és balkezünk, ezek tükörképei egymásnak. Ugye, és az élethez, hogy melyik fajta molekulát használja maga az élet, az élethez, az élet formálásához, létrehozásához, ugye balra forgató molekulákat használ szinte kivétel nélkül a Teremtő Isten, és hogyha egy természetes folyamatban gondolkodunk, például a fejlődésben, ahol nincs semmi szabályozás, ugye a természetes kiválasztodást leszámítva, de az sem egy tudatos folyamat, hanem egy tudattalan próbaszerencse verzióval működve, akkor azt látjuk, hogy ennek a valószínűsége, hogy egy ilyen őslevesben létrejött volna az élet, nem csak a hidrolízis miatt lehetetlen, hanem speciális, egyfajta molekulákat használ. Most általában ugye, hogyha magára hagyunk egy rendszert, akkor 50-50%-ban van ilyen is, olyan is. Egy csomó jobb kezesbe került volna, aminek nincs ott a helye. Akkor az már rögtön megakadályozta volna azt, hogy egyáltalán élet alakuljon ki. Szintén az őslevesnél, kémiánál maradva egy kicsit, ha volt egyáltalán ilyen, akkor a prekambriumi rétegekbe, az egy geológiai közet réteg, tehát a kambrium előtti korszakban lévő közeteken ennek nyomának kellene lennie, hogy volt egyfajta kémiai betöményesedés, tehát sűrűsödés, ami kellett ahhoz, amit őslevesnek szoktak nevezni, hogy egyáltalán valami beinduljon, próbaszerencse verzióval is. De, és itt jön a lényeg, nem találtak ilyent. Prekambriumi közetekben, hogy egyáltalán volt ilyen kémiai, akármilyen folyamat, amit őslevesnek neveznek. Pedig vannak olyan számítások, hogy az egész Föld egy ilyen ősleves volt, és ebben az akkor mindenütt is megtalálható kellene, hogy legyen a Föld minden részén a prekambriumi rétegekben. Igen, de ezekről nincs szó. Hát
Csak azért beszélünk mi most ezekről, ezért vannak a munkacsoportok is, igen. Csak az evolúció modellnek a fényes oldala van publikálva mindenhol. Az egyetemektől kezdve az állatkertekig, a skanzentől kezdve, óvodától, mindenhol ez a rész van hangsúlyozva. Igen. Jó, egy kis irodalomajánlás, hogyha a kedves nézők szeretnének olvasni ezekről, miket tudsz, milyen könyveket tudsz, hát vagy videót? Igen, az interneten is rengeteg minden megtalálható, akár a scriptben is befénymásolva, vagy szkennelve, PDF formátumban, stb. Természettudományos jó cikkek is vannak, ugye, amik ezzel kapcsolatosak, meg könyvek is. Werner Gittnek is egy pár könyve például fent van a neten, ilyen formában olvasható. Rengeteg videó is van, meg magyar nyelven is egyre több ilyen információ jelenik meg. Csak egyszerűen, hogyha nem olvassák az emberek, vagy nem jutnak hozzá ezekhez az információkhoz, nem hívja fel valaki a figyelmüket rá, akkor mind lehetnek ott. Nem fogják elvézni feladatukat, amiért létrejöttek ezek a dolgok. Tehát most konkrét címet nem is tudom, mit emelhetnék ki. Kérdések a kezdethez, a teremtés logikája például. Evangélium kiadón tele van ilyen könyvekkel, Advent kiadó, de mások is. Stefan Drück, a Noé bárkája, mítosz vagy valóság. Nagyon tetszik nekem His Blacknek a Hogyan találom meg az élet értelmét, de nagyon sok könyv, cikk, videó van az interneten is. Tényleg csak keresni kell és talál. Ahogy mondja a Biblia, hogy keressetek és találtok. Talán egy dolgot említenék a videó között, az evolúció Achilles sarkai. Nem azért említem, mert én fordítottam, hanem azért, mert szerintem a legjobb videóanyag ebbe a témakörbe, ami magyar nyelven jelenleg hozzáférhető. Ismerem, és tényleg nagyon jó. Utána nem is nagyon szoktak az evolúcionisták írogatni, hanem szeretnék elfelejteni ezt a videót. Pedig 15 PhD-s tudós, nemzetközi hírű tudós a saját szakterületét vizsgálva mondja ki, ugye, amint a neve is mutat rá, azokat a gyenge pontokat a saját szakterületén. Ez azt jelenti, hogy minden területen vannak gyenge pontjai, amelyek lehetetlené teszik a fejlődésnek elképzelt darwini forgatókönyvét. És itt a 15 az, aki így az élvonalban van, vagy így a fronton van, de akik így a nevüket adták az egyes fejezetekhez, de nagyon sokan vannak háttérben, akik csak nézték és ott tanácsolták őket, tehát azért itt több mint 50 tudós hozta össze, szerkesztette össze ezt a könyvet. Nem szeretnek az evolúcionisták erről beszélni. Ők szeretik azt mondani, hogy az evolúció tudomány, minden más áltudomány. Igen. Egy kicsit hasonló felállásban dolgozhattak, ahogy az első teljes magyar fordítású Biblia is megjelent, a Károli Gáspár féle fordítású Biblia, aki egy református lelki pásztor volt, ez hangsúlyozom, némi büszkeséggel református lelki pásztor létemre. Ugye Ösmörös is volt Gencen, Gönci prédikátor. Ő neve alatt maradt fel ez az első teljes magyar fordítású Biblia, de nem egyedül dolgozott. Ahogy ennél a filmnél sem mondtad, hogy volt egy stáb, illetve egy egész szakértői csapat, és akkor egy embert oda előtérbe toltak, hogy akkor te most mondd el ezeket a dolgokat. De nem ő egyedül jött rá ezekre a dolgokra, hanem egy stáb volt mögötte. Hasonlóképpen Károli is egy nyelvész csapattal dolgozott, nem egyedül fordította le, tehát a Ószövetség héber meg arám részeit, illetve az Új Szövetség koiné görög nyelvét. Térjünk még vissza az érvekhez.
hithez milyen érveket szoktál használni a teremtés mellett? Hát akár a többi tudományterületre is visszatérhetünk, vagy új tudományterületekre, és ugye a fizikában említetted például a termodinamikát, annak több tétele is van. Ezek az egyik legstabilabbnak mondott és legáltalánosabb fizikai törvények. Ugye a termodinamika a fizikának az a része, ami a hőmozgásokkal foglalkozik, és az egyik tétele kimondja azt, hogy egy magára hagyott rendszer az önmagában nem épülni fog, hanem leépülni fog. Na most ez pont az ellentétes mozgás, mint ami kellene az elképzelt darwinista forgatókönyvhez, hogy felépülnek, az egyszerűtől indulunk el, és egyre bonyolult, szép, lassú fejlődéssel kiépülnek azok az organizmusok, azok a fajok létrejönnek, stb. Hát ez egy nagyon erőteljes érv, és mondom, az egyik legáltalánosabb törvény a fizikában, a termodinamikának, több törvénye is van, de most ilyen egyszerűen fogalmazva, ugye a leépülés törvényének nevezem. Egyszerűen fogalmazva, felfelé a lejtőn, vagy lefelé a lejtőn. Az evolúció modell arról beszél, hogy felfelé megy az evolúció a lejtőn önmagától, viszont a termodinamika törvényei arról beszélnek, hogy lefelé a lejtőn, vagyis minden lebomlik. Ez olyan, mint hogyha elképzelnénk egy biciklit, amely elkezd önmagától felfele menni a lejtőn. Nem szokott. Nem. Általában. Nem, nincs ilyen. Még nem láttunk ilyet. Nincs ilyen. A gravitációnak meg kellene szűnnie hozzá. Igen. És nagyon sok ilyen probléma van. De mehetünk, említetted az összes tudományterületet, igen, akár a nyelvészetet, akár, igen, az építészetet, akár a logikát, mindegyik azt mondja, hogy teremtőre van szükség. Minden tudomány ág a teremtő Istenre mutat, aki a Bibliának az Istene. Tehát az iskolákban nem az evolúció modellt kellene tanítani, hanem a teremtés modellt, hogy Isten van, és ő a törvényalkotó. Hadd említsek még egy új tudományágat, amiről eddig még nem volt szó, a genetika. Genetikában is, hát nagyon erőteljesen Istenre, a teremtőre mutató érveket és törvényeket találunk. Egyet említek most csak. A genetikusok megfigyelték az emberrel és az embernek a gén állományát vizsgálva, hogy generációról generációra folyamatosan romlik az embernek a gén készlete. Körülbelül 400 mutációval generációnként. A mutációk ugye azok a változások a sejten belül, a különböző alkatrészeknek egy helyet cserélnek, nem ott vannak az egyes alkatrészek, egyszerűen fogalmazva, hogy lenniük kell, hogy ellássák feladatukat. És ebből rendkívül sok galiba, betegség van, többek között a rák is egy ilyen mutációs betegség, meg nagyon sok más betegségnek is a mutáció az oka. Na most, hogyha ezt látjuk magunk előtt van, hogy generációról generációra romlik, méghozzá rohamosan az emberiség összességében génkészlete, akkor ez pont ellentétes irányú nyíl, mint ami kell nekünk a fejlődéshez, ami felfelé visz, hogy egyre bonyolultabb, egyre jobb, ilyen fajta szupermenek lesznek, aztán a végén nem. Sajnos silányul el idővel, ha lehetne mondani, az entropia törvénye a genetikában, a leépülés törvénye a genetikában, ugye az entropia törvénye az a fizikából van, de megtalálták a genetikában is a leépülés törvényét. Ez így van, és ezt kutatják is, és így is hívják, hogy genetikai entrópia. És az az érdekes, hogy a tökéletesből van a romlás, tehát lefelé a lejtőn.
az evolúció modell meg mindenképpen arról beszél, hogy lentről felfelé, de hát minden tudományág azt mutatja, hogy ez nem működik ez a modell. Hadd hívjam fel rá a figyelmet, hogy az említett dokumentumfilm az evolúció Achilles sarkaival erről részletesen szó van, szakértők elemzik ezt a kérdést, genetikusok. Érdemes megnézni. De beszélhetünk bármilyen más tudományágról, vagy maradhatunk a genetikánál is. Hát 1980-ban kezdődött az elmélet, hogy ős-anya elmélet. Kezdetben azt mondták, hogy ez teljesen képtelenség, mostanra viszont már nem csak az ősanya, hanem az ősapa, illetve az is, hogy egy helyen éltek, egy időben éltek, tehát minden a Bibliára mutat. Igen, tehát mitokondriális Évának nevezik, ugye ezt az első asszonyt vagy nőt, akit a genetikusok megtaláltak úgy, hogy a világ minden részéről különböző nőfajtáktól, így mondom most, vagy különböző eurázsiai, meg afrikai, stb. Nőktől vett génkészletben vizsgálták azt a részt, ami női ágon utódlás során kerül tovább, és az abban lévő mutációk során rájöttek arra, hogy kellett legyen egy ős anya, nevezhetjük Évának is, ahogy a Biblia nevezi, és tartja, és tanítja, hogy volt egy valóban egy ős anya, egy Éva, ők a genetikus mitokondriális Évának, nem véletlenül így nevezik, Évának nevezik, akitől minden nőfajta és az emberiségben ez a sokszínűség megjelent. De ugyanígy megvan az Y-kromoszóma Ádám is, tehát... Igen. Jó, 5 percünk van még, zárszóként. Te mit mondanál el a kedves nézőknek? Mindenképpen azt, hogy érdemes többet foglalkozni ezzel a témakörrel, illetve a közgondolkodásba bevinni akár a beszélgetések során is a teremtést, pláne hogyha hívő emberekről van szó, akik hiszik ezt a dolgot, hogy helyén tudjuk kezelni ezt a dolgot. Természetesen nem kell se túl hangsúlyozni, se lekicsinyelni ezt a dolgot. Az is probléma lehet, hogyha mindenről ez jut az eszünkbe, és mindenből kiindulva a teremtéshez lyukadunk ki, akkor az már túl hangsúlyozása, de jelenleg én úgy látom, hogy egy kicsit a másik oldalon vagyunk, hogy nem kap elég figyelmet a teremtés hit. Ha az emberek azt látják, hogy tudósok rendszeresen kritizálják az evolúció modellt, előbb-utóbb elérkezik az az időszak, hogy az emberek azt mondják, hogy ezt már máskor is hallottam. És jelen pillanatban talán még itt tartunk, hogy erre az ismétlésekre van szükség, hogy az emberek azt hallják, hogy ő is azt mondja, ő is azt mondja, ő is azt mondja, ez is tudós, ő is tudós, a saját szakterületén beszél, hogy nem működik az evolúció modell, és előbb-utóbb igenis áttörés lesz. És jelen pillanatban egyre több ember beszél arról, hogy tényleg nem működik ez az evolúció modell. Csak vállalják fel a tudósok ebbéli véleményüket, mert sokszor üldözik őket, és félreteszik, és megvonják a pénzbeli támogatást tőlük, a publikációk lehetőségét, mindenféle forrásokat, hogyha kiderül, hogy másképpen gondolkodnak, mint ahogy a Main Street, tehát a fő sodrású gondolkodásban, tudományosnak vélt gondolkodásban jelen vannak a dolgok. Ezt én tapasztalom, tehát oda jön hozzám biológus, geológus és más tudós, és azt mondja, hogy folytassam a munkámat, mert igazam van, de ő a nevét nem fogja adni ahhoz, mert ő szereti a biológiát, a geológiát, szereti a fizikával foglalkozni, erre tette fel az életét, ez neki nem csak munka, hanem hobbi, meg megélhetés is, és tehát nem fogja a nevét adni, de azt mondja, hogy nem működik a saját szakterületén, már ki van mondva, hogy nem működik. Ő már látja és tudja is azt, hogy több szaktudós fordul más eredetelmélethez.
de lejárt a műsoridőnk. Farkas Levente köszönöm a beszélgetést, kedves nézőink, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket legközelebb is, viszontlátásra!